közel voltatok ahhoz, hogy megtörjétek a Győri Eto veretlenségi sorozatát. Hogy látod ezt a mérkőzést? Úgy látom, hogy a végére olyan taktikai elemet hozott az Eto, amivel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, ez, hogy a két gyors lábúot szétszette a falunkat, plusz ugye a két nagy beállót, plusz ugye a szélsők belőtték a helyzeteiket, amiket ugye szinte egész meccsen nem nagyon sikerült nekik, úgyhogy mi pedig ugye kihagyogattuk a helyzeteket, meg volt kiállításunk is, és ezt így nem bírt el, hiába vezettünk, nem bírtuk el. De hétre többen leszünk, úgyhogy majd mi is hozzá fogunk tudni rakni. Én azt gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk a Győrnek a játékából. Nagyon okosan játszottunk, azt játszottuk, amit megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól bejöttek a dolgaink. Nyilván voltak hibáink, amit az Eto kihasznált, de én azt gondolom, hogy összességében egyébként nagyon jól játszottunk, és nagyon jól küzdött a csapat. Ezen a meccsen tértél vissza a Ferencvárosba a pályára góllal. Hogy érezted magad a pályán? Hát az elején egy kicsit izgultam, be kell vallanom, de nagyon jó érzés volt újra pályán lenni és segíteni a csapatnak. Te is a mai mérkőzésen tértél vissza a pályára. Milyen érzés volt a pályán lenni? Jól érezted a magad? Nagyon nehéz volt. Edzésem már van, ugye, amit megmerek csinálni, meg tudok csinálni. A meccs az mindig más, azért nagy a teher, inkább mindig a tutit csinálja az ember, és van, amikor ez nem jó, de majd most sorozatban jönnek a meccsénk, úgyhogy ez majd kijön belőlünk. A Fradi tábor hallhatóan nagyon örült neked, látom, kaptál ajándékot is valamivel, mivel leptek meg itt a végén? Hát általában csokit kapok, úgyhogy, de nem fogom megenni, mert... Nem fogom megenni, mert muszáj, hogy lemenjen a plusz kiló. Hát majd a Gabi. Na jó, lehetőse. Igazából azt érezni, hogy nagyon szeretnek minket, az egész csapatot. Borzasztó jó érzés volt felmenni a pályára és kapni egy ilyen üdvrigalgást, úgyhogy nagyon jó itt játszani. 2019 azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb év volt az életedben, hiszen megszületett a kisfiad, de hogy tekintesz vissza a majdnem elmúlt évre? Igen, valóban ez volt a fő nálam. Nyilván nagyon örülünk neki, hogy megszületett, nagyon boldogok vagyunk, de most már azért itt az ide, hogy egy kicsit ide is visszatekintsek, bár néha még nehéz, de igyekszem koncentrálni a feladatomra. Azt hiszem, hogy 2019 az egyik legfontosabb év volt az életedben, hiszen megszületett a kisfiad, de hogy tekintesz vissza erre az évre? Nagyon nehéz volt, nagyon régóta vártunk a babára, nehezen is jött össze, de hát egy csoda számomra, úgyhogy úgy is fogom fel, hogy most borzasztóan szomorú vagyok, hogy kikaptunk, hazamegyek, megölelgetem, megfürdetem, megetetem, és onnantól megint az övé vagyok. Mit vársz az új évtől? Van-e esetleg valami kívánság vagy fogadalom? Én azt gondolom, hogy ezt tartsa meg mindenki magának, de nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Azt kívánom, hogy játszunk ugyanígy. Ha ugyanígy játszunk, akkor akármire képesek leszünk a tavasszal. Úgyhogy ebben bízom, hogy ilyen okosan és csapatként együtt fogunk játszani.